Tiszavasvári üdülő övezetében, illetve a város úgynevezett büdi részén, a mélyebben fekvő területeken és utcákon egy csapadékosabb időjárásban belvíz alakul ki. Ez visszatérő probléma a városban ezeken a területeken. Éppen ezért döntött úgy a képviselőtestületünk, hogy a jelenlegi uniós forrásokra pályázik, még a nyár folyamán el is készültek a tervek, és a TOPOS programban, a Területfejlesztési Operatív programban egy nagyobb összegre, közel 90 millió forintos bruttó összegre nyújtotta be Tiszavasvári a pályázatát. Ebből még azokat a területeket szeretnénk megoldani, orvosolni belvíz problémával kapcsolatban, ahol azért egy csapadékosabb időszakban még jelentkeznek a gondok, elsősorban közterületen, illetve hát a üdülő övezetünkben a lakossági visszajelzések alapján. A pályázati forrásból nyílt árkokat és különböző vízelvezető létesítményeket alakítanának ki, sőt a beruházás részeként a Hortobágyi csatorna is megújulhat. Tiszavasvári önkormányzata egy komplett belvízrendezési programra már 2012-ben pályázott, közel 200 millió forintból megújult az egész város csapadékcsatorna rendszere. A vízügyi igazgatósága a konzorciumban nyílt és zárt vízelvezetőket építettek, egy gyűjtőrendszerrel, a keleti főcsatorna alatt pedig egy nagy teljesítményű szivattyútelep viszi le a vizet a város nagy részéről. A jelenlegi pályázati ciklusban a terület és településfejlesztési forrásokból nem csak csapadékvíz elvezetésre és belterület védelmét szolgáló vízkár elhárításra, hanem csapadékvíz gazdálkodási létesítmények kiépítésére is juthat forrás.